Phil Wenningtonnal mentünk el, és ő mondta, hogy akkor kóstoljam meg azt téged, mert mérkőzés előtt az milyen jó, mérkőzés előtti estéről beszélünk, nem közvetlenül mérkőzés napján. Mondtam, jó, hát akkor rendelj egy olyan steaket, amit te szoktál enni, és kirendelt egy akkora ilyen T-bone steaket, ami ugye a T-bone az egy T-alakú csont, körülötte hús, meg minden szmötyi, tehát olyan, mint hogyha egy nem részletesen félbevágott marhát föltállanák neked. Félig átsütött állapotban, enyhén, véresen oda cuppantották a tányéromra. Hát néztem egy darabig, hogy ezzel mit is kell kezdeni, addig nem nagyon ettem. Aztán, amikor hazamentem, akkor kezdődtek a problémák, mert ugye aludni kellett volna rövid időn belül, és hát nem, az nem nagyon sikerült. Tehát olyan rémálmaim azóta sem voltak, mint akkor. Fölültem az ágyba, izzadtam, hogy mi történt, ezt neki időt összteaktől, ugye abszolút nem szokott hozzá a szervezetem ehhez. A T-bone steak, one day before the game, for me, but I was old at the time, he was young, so my body was already changing, but maybe not a whole T-bone, but steak is good, and when you're an athlete, steak is very good, you need the protein, and the red meat is good for you, because as much as we run and practice hard, it's difficult, but the day of the game, maybe not the day of the game.